Itt mindenkinek időhez után egy különleges mondatom van, de nincs semmi, ajánlom, hogy nézzétek végbe, de azoknak ajánlom, akik rágcsálóításra terveznek, van egy, már találtam egy olyat, ami jobb, mint az egérragasztó. Sokkal klasszabbat talán vettem be máma, és képzeld, itt ilyen is. Na, csináltok ezt? Ez a legtökéletesebb egérragasztó. Hiába rölködik, nem tud kiszabadulni többé. Ajánlom, hogy vegye meg mindenki, akinek van egér. Sokkal jobb, mint egérragasztó tenni a padlóra. Éppen ezért minden alkalommal meg kell vennem. Ja igen, meg akartam mondani, talán állandó, nagyon sok az egér. Ezért is kellett megvennem ezt. És... hát eddig próbálkoztunk olyan, de... rózsaszínszerű egér kajákkal, de azt nem fogják fel mostanság. És ami személytelepünkön is állandóan kellett, azt eddig meg ott meg sok a patkány, ahol dolgozom. De csak máma fedeztem fel ezt. Ez a legmodernebb egércsapda. És hiába fog erőködni, nagycsapdunk. Nem kell hozzányúlnom se, hogy lássátok, hogy sose szabadul ki. Csak meg kell válnatok, hogy megdögöljön is akkor már. Kivehet ideg. Jó van, aki szeretne egérított, az vegye ilyent. És... és akkor már tökéletesen, de... bebiztosíthatjátok magatokat, de olyan a helyre kell tenni, ahol menne egér. Na, folyton csapta az ajukat, hát elegem volt belőle, hát muszáj volt valamit tennem. De tudtam, hogy az egérfogó az nem segít. De ez klasszabb, mint az egérfogó. Jó. Iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot. Ennyi volt mára, szevasztok, és köszönjük nekik.